Már hogy értve, hogy... Hát a nacionalitást. Hát én azt gondolom, hogy... Ez a értelmiségi találkozónak nevezett rendezvény, ez 2002 őszén indult itt újra a könyvtárban. Azért mondom, hogy indult újra, mert valójában az akkor még élő kedves nyugdíjas Petőfi Sándor iskola pedagógusai biztatására kezdtem ezt újra. Egyúttal minden évben valahogy a közönséget megszondázom arról, hogy mi is legyen egy olyan vezérfonal, ami mentén meghívjuk az ideérkezőket, és hát ezt úgy nevezi ilyen kerettémának, de ettől azért nem a kerettéma az érdekes, hanem az, hogy aki idejön, annak van mondani valója, és akitől mi kérdezhetünk is, és a kérdéseinkre is mindig feleletet kapunk. Úgyhogy ebben a tanévben a értékeink, kulturális és gazdasági értékeink képviselete és egyúttal hát, megőrzése az európai és globális erőtérben az a kerettéma, aminek a keretében a múlt hónapban éppen Boros Bánk Levente volt, de a szeptemberben az indító vendégünk Gladfelder Béla volt, akinek a kedvéért beletettem a gazdasági kérdést, hiszen ő a Gödöllői Egyetemen végzett, és meglehetősen sok köze van a gazdasághoz. Úgyhogy minden ilyen tanévben, tehát végig megyünk egy-egy témán, de nem egy tematikusan felépített, ez nem szabad egyetem, hanem szabad emberek értelmes közössége. Az értelmiségi találkozó nevet pedig, mondom, örököltük, és ezt szívesen őrzöm, és biztatom. Tehát ez áll itt ezeknek a találkozóknak a hátterében. Így érkeztünk el ugye a mai naphoz, a február 19-e, harmadik csütörtök. Egyébként Isten éltessen minden jelenlévő Zsuzsannát. Nem tudom, van-e Zsuzsanna jelen. De hát ezen kívül a távollevőket is természetesen. Úgyhogy a mai napra Szakály Sándor professzor úr fogadta el meghívásunkat. A címet azt közöltük már a meghívóban is, meg az újságban is. Úgyhogy majd érdeklődéssel várjuk a témát. De amit még szeretnék elmondani, hogy a következő találkozó március 19-e lesz a harmadik csütörtök, és erre itt részben a könyvtár is közreműködött, hogy Rockenbauer Zoltánnak megjelent tavaly ősszel az Apacs művészet Ady és Bartók hatása a 19. század elején, és mind ehhez hogy viszonyulunk ma. Tehát ennek a könyvnek a bemutatójára kerülne sor majd, március 19-én. És az eredetileg kiszemelt, meghívott történész professzorunk, aki kifejezetten a 19. századnak a területe, Gergely András, ő vállalta, hogy akkor tovább megy, és áprilisban fog majd, április 16-án jön hozzánk. Tehát ennyit látunk előre, remélhetőleg így folytatódik ez a sorozat, de hát most már azt hiszem elég időt beszéltem ahhoz, hogy lassan a későn érkezők is megérkezzenek, úgyhogy még egyszer tisztelettel, szeretettel köszöntöm Szakály Sándor professzor urat. Én úgy gondolom, hogy ő maga majd bemutatja magát, meg mindazt, amit a mai estén a temetőink, mint történelmi emlékhelyek és források címmel el akar itt mondani nekünk. Kedves Sándor, hallgatunk.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást, és azt is bevallom önöknek, hogy a témaválasztást azt határozta meg, hogy itt elhangzott az előbb, hogy van egy fővonal, vagy nem is tudom milyen kifejezést használt professzor úr, de hát úgy gondoltam, hogy a történész, és minden történész rákényszerül arra, és ezt én jó értelemben használom, hogy a múltban ne csak a papírokat nézzem meg, hanem nagyon sokszor olyan tárgyi emlékek és olyan épített emlékek, amelyekhez hozzátartoznak a temetők, a sírok is, nagyon sok forrással és nagyon sok adattal szolgálhatnak. Hogy mennyit beszéljek magamról, nyilván az lenne hosszabb, hogy magamról sokat beszélnék, a temetőkre meg bólintanék. Annyit szeretnék mondani, hogy magam is ötvös kollégista voltam, bár egy fiatalabb generációhoz tartozom. Somogy megyében születtem, egy nagyon kis faluban, illetve akkor még azt hittem nagy falu, mert 800 valány lakosa volt, most már csak 401 néhány lakosa van Törökkoppányban. Az ELTE-n végeztem történelem könyvtár szakot, és gyakorlatilag 1980-tól, amióta végeztem, úgymond történészként vagy hadtörténészként dolgozom. Azt hittem egykoron, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeumból megyek nyugállományba vagy nyugdíjba, ahol több mint 20 évet töltöttem el, és aztán utána egy annál rövidebb időszak alatt nagyon sok helyen megfordultam. Volt, amikor kényszerből, volt, amikor önként vállalásból, tehát voltam a Duna Televízió alelnöke, utána egy rövid ideig munkanélküli, majd a Magyarországos Levéltárban, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgoztam, és utána tanítottam a Semmelweis Egyetemen, nem az orvosok, ne nehogy félreértsék, testnevelés és sporttudományi karon, sporttörténetet, művelődéstörténetet, áthívtak Veszprémi Egyetemre, majd onnét a Károlyra, onnét áthívtak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, és amikor létrejött a Veritas Történetkutató Intézet, akkor kaptam egy biztatást, javaslatot, ösztönzést arra, hogy próbáljak ott valamit tenni, hogy aztán mennyig és milyen formában tudom tenni, ezt nem tudom, de minden esetre most már egy esztendeőt ott dolgozom a Veritas főigazgatójaként, és mellett a Károlina Református Egyetemen tanítok, de a felekezeti béke jegyében keresztényként, de katolikusként, tehát úgy látszik, hogy más vallásokat is befogadnak. Tehát röviden ennyit szerettem volna mondani. És a temetőkhöz, illetve ehhez a kérdéshez, miért gondoltam, hogy beleillik ebbe a képbe, amit főcsapás irányának fogalmaztak meg? Egyrészt azért, mert létrejött óta tagja vagyok a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak. Másrészt pedig azt, amit az előbb mondtam egy mondat erejéig, hogy a történelemben, hogy így fogalmazok, az ilyen helyeknek is nagyon nagy jelentősége van. És ha valaki elmegy Magyarországon különböző temetőkbe, nem arra gondolok csak, hogy ugye a kiemelt és a nagynak tekintett Fiumei úti vagy a Farkasréti temetőbe Budapesten, kisebb településeken, annak megfelelően, hogy egykoron esetleg felekezeti temetők voltak, mert voltak ilyenek, vagy a kisebb településeken, ha egy temető volt, akkor a különböző felekezetek különböző részén temetkeztek a temetőnek, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy ezek a temetők a magyar múltnak természetesen részei, és mennyi és milyen üzenettel rendelkeznek. És ugyanakkor a mi történelmünk kapcsán, amely a 20. században nem a legsikeresebb, ha az első világháborús vereségre és a trianoni békediktátumra gondolok, akkor azt kell mondanom, hogy az elcsatolt területeken, én még használom ezt a kifejezést, lehet, hogy ma már illetlenség, de minden esetre az elcsatolt területeken, amely az egykori Magyarország területének több mint kétharmadát jelenti Horvátország nélkül, a magyar kultúrának, művelődésnek, tudománynak és a történelemnek sok száz és sok ezer nagysága nyugoszik, és a kérdés az, hogy meddig, hogyan, milyen formában. Ugyanis nem szabad megfeledkezni arról, amit én nagyon lényegesnek tartok, hogy a temetők egy nemzet múltját is jelzik. Nem csak azzal, hogy honfoglaláskori temetőt föltárnak, és azon vitatkoznak a régészek, hogy ez most avar temető, vagy már a Kárpát-medencébe érkezett magyarok, és most kettős honfoglalás volt, és így tovább, hanem az, hogy a temetőknek és a síremlékeknek, a síroknak üzenete van. Gondoljanak bele, bizonyára önök közül is voltak többen, akik eljutottak vagy jártak Kolozsvárot. Ugye ott van a temető, amelyben mondjuk még a két világháború közti időszakban is, én így fogalmaznék, Házsongárdon nem nagyon lehet olyan síremléket találni, amelyen román név szerepelne. Ha megnézik önök most a temetőt, akkor azt lehet látni, vagy legalábbis én így látom, hogy román elfoglalás, vagy újfoglalás, vagy honfoglalás, vagy nem tudom, minek nevezzem, van a házsongárdi temetőben. Ugyanis egyre több magyar sír tűnik el, és az eltűnt sírok helyére románok
kerülnek, akik megvásárolják a sírhelyet. Most én nem azt mondom, nehogy félreértsék, hogy szándékosan mindenkit arra biztatnak, hogy a házsongárba, de ez olyan, hogy a legtöbb településen, ha van egy kiemeltebb vagy egy fontosabbnak tűnő temető, akkor aki teheti, megpróbál oda temetkezni. És ezzel egyúttal, ha megnézik, hogy az elcsatolt területeken, és most maradjunk akkor Kolozsvárnál, ahol arisztokrata családok, hogy így mondjam, tucatjai, bár ez nem szép szó egy család esetében, de rengeteg arisztokrata család nagyon szép síremlékeket, kriptákat, sírboltokat épített. Ezek többsége tragikus állapotban van. Néhányat tudnak, hogy mondjam, felújítani vagy megmenteni. És ha nincsenek utódok, és ezek tönkre mennek, a jogszabályok szerint ugye újra lehet temetni. És ez nem csak azt jelenti, hogy az épített emlékek, bocsánat, hogy így mondom, tűnhetnek el, hanem azt jelenti, hogy a magyar múltnak egy jelentős része tűnhet el azzal, hogy nem lesz nyoma annak, hogy vajon ott kik voltak ezelőtt 150, 200 éve, 300 éve vagy 400 éve. Ugyanezt lehet tapasztalni, ha elmennek Délvidékre, Kárpátaljára, Felvidéken. 2 évvel ezelőtt elmentem néhány barátommal, akikkel különböző alkalmakkor egy-egy hétvégére elmegyünk az elcsatolt területre, és elmentünk Selmecbányára. Ami egy nagyon szépen fölújított, így fogalmazok, rendbehozott város, és elmentünk a temetőbe is. És a temető üzen a jelen számára, ha megnézik a síremlékeket, és ha megnézik a síremlékek föliratait, hogy milyen nyelven üzennek. Nézik a dátumokat, és azt találják, hogy a 19. században, most nem értem félre, hiszen ugye a bányavárosok nagy része német anyanyelvű, vagy német betelepítésű, német és magyar feliratok vannak, és a 20. század közepétől alig találkozunk magyarral, a német is eltűnik, és megjelennek a szlovák feliratok. És kiderül az is, hogy a szlovák feliratok között, vagy a neveknél számos olyan név van, amire mi biztos azt mondanánk, hogy magyar. De mondhatnék távolabbi példát, ami a történelmünknek egy másik szelete, hiszen ha arból indulunk ki, hogy az országból kivándoroltak, elvándoroltak, új hazát keresők, és ez vonatkozik a 19. századra, a 20. század elejére, amikor nem háború miatt, vagy 1956-os forradalmi és szabadságharc leverése miatt mentek el, vagy a II. Világháborús vereséget követően, hanem egyszerűen a gazdasági kényszerből vagy szükségből a 19. századi, hogy így mondjam, nagy kiáramlás Amerikába. Hozzátéve azt, hogy a nagy kiáramlás, vagy az oda kimenők többsége nem úgy indult el, hogy Amerika lesz, hanem úgy indult el, hogy valami vagyonkát szerez, és hazatelepszik. Én kiskoromban, gyerekkoromban, amikor minisztráltam otthon a templomban, hogy ott volt egy piéta, hát nem a római Szent Péter templomé, nehogy félreértsék, az a színvonal, és rá volt írva, és nem értettem először, hát meg kellett kérdezni, hogy amerikai emlék. És föl volt sorolva az amerikai emlék alatt jó pár név. Azok, akik úgymond megjárták Amerikát és visszajöttek, azt, hogy ez sikerült nekik, és volt, aki tudott hozni valamennyi pénzt, és 8-10 holdat tudott érte vásárolni, egy ilyen emlékkel idézték ezt. De nagyon sokan nem jöttek vissza Amerikából. És eljutva egyszer Clevelandbe, egy barátom elvitt másfele, tehát ugye nekünk azt gondoltuk egykoron, hogy Nyíregyházáról elmenni Budapestre, vagy fordítva ez egy hatalmas utazás, hát ott átugranak a szomszédba ilyen alapon beszélgetni. És a lényeg az, hogy mennünk egy település, azt mondta, hogy figyelj, itt megállunk, és megmutatom neked a temetőt, ezt a települést úgy hívják, hogy Kongó. De nem az afrikai Kongó, hanem elmondta a történetét, 56 után került ki, tehát a kintiektől hallottam el, a 19. században oda rengeteg magyar került, és azt mondjuk őszinték, hogy az emberek, akik nem csak magyarok, mások is egy új országba kerültek, a legnehezebb, és az ott mások által nem igazán kedvelt munkát végezték, ők bányászok lettek például, és a kongatás és egyebekből jött, legalábbis ez a legenda járja. És megnéztük a temetői sírokat. Én így fogalmaznék, az első generációnál tökéletes, hibátlan magyarsággal itt nyugszik, és akkor ahogy régen a temetőkben és a sírfeliratok még voltak, hogy kedves párom, vagy szeretett férjem, és így tovább. Következő generációnál már pontatlan a fölírás, magyar nyelvű, de máshogy van az ékezet, hibás,
És a harmadik, negyedik generációnál már csak a névből tudhatjuk azt, hogy itt valamikor magyarok voltak, mert minden angol lett. Van egy olyan rész is, ahol egy-egy angol szó bekerült a magyarba, vagy fordítva. És akkor azt mondta, hogy menjünk be, mert itt volt egy tiszteletbeli főkonzul, egy mérnök ember, volt itt nekem egy, ide ez a kuncsaftom, az Almási úr, és hát megpróbáljuk megkeresni. Sikerült megtalálni, mert egy ilyen, mint a kerti törpe, de nem törpe volt, hanem egy liba volt a ház előtt, és nemzeti színű szalag volt ennek a gipszlibának a nyakára kötve, tehát ebből lehetett tudni, hogy majd valaki magyar él. Almási úr egy szót nem tud magyarul, mert ő már azt hiszem dédunoka, de tartja a magyarságát, és ott beszélgetett, illetve beszélgettünk vele, és azt mondta, hogy itt a településen, ahol valamikor a településnek 60-70%-a magyar volt, már alig van olyan, aki tartja még ilyen értelemben azt, hogy Magyarországról jöttek az őseim, én soha nem jártam Magyarországon, csak a térképről vagy a könyvekből ismerem. Ott egy református templom volt, amit még magyarok építettek, tehát akik kitelepültek és ott dolgoztak. A feliratok magyarul a templomba, úrasztala és így tovább. És ahogy mondtam, a temető pedig ilyen állapotban elnyelte a nagy világ, az új világ a kivándorlókat. De ugyanezt lehet tapasztalni Kanada különböző területein, ahol sok magyar volt. Welland településen, Torontótól nem túl messze, egykoron azt mondták, hogy még a 20-as években is, ha valaki nem tanult meg angolul, nem okozott gondot, mert a hentestől, a fodrászig és a szatóstól, az orvosig mindenki tudott magyarul, mert magyar származású volt. Ma van, a ma előtt ugye 10 évvel ezelőtti állapotot jelent, van evangélikus templom, református templom, katolikus templom, és ebbe a három magyar templomba 5-6-8-an mennek, vasárnap esetleg egy kicsit többen. És a temetők pontosan ezt mutatják. Na most én azt gondolom, hogy a temetők üzenete azért lenne fontos a 20. és a 21. század emberének, Magyarországon belül más, és a határon kívül megint más. Én azt gondolom, hogy Magyarországon belül fontos megőrizni azoknak az emlékét és azokat a sírokat, amelyek a múltunkhoz és a történelmünkhöz tartoznak, hiszen nem minden esetben maradtak utódok és leszármazottak, és amikor az ember elmegy ezekbe a temetőkbe és körbejárja, akkor azt láthatja, hogy mennyi rossz állapotú, elhanyagolt sír van. A kérdés az, hogy ezt lehet-e úgymond, elnézést a kifejezését, költségvetési pénzből fönntartani. Megítélésem szerint nem. Viszont az, amit a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság megtehet, azt meg is teszi, hogy az arra méltónak talált személyeket, és ez nyilván mindig vita kérdése, hiszen jönnek a javaslatok, és akkor 10 ember eldönti, hogy ki a méltó és ki nem méltó, bár vannak bizonyos szempontok, amit fontosnak tartottuk, hadd mondjak önöknek valamit, ha már a hadtörténész ilyen értelme bújjon ki belőlem, azt mondtuk, néhai Katona Tamás barátommal voltunk ennek úgymond a szószólói, hogy aki a világháborúkban Mária Terézia rendet kiérdemelte, vagy az aranyvitézségi érmet, annak a sírja ne legyen felszámolható a katonák közül. És azt mondtuk, hogy azok, akik olimpiai bajnoki címet szereztek ennek a nemzetnek és az országnak, azoknak a sírja ne legyen felszámolható. Mert az, amikor címeket, rangokat, egyebet kapunk, az nem biztos, hogy minden esetben, ne értsék félre, hogy minden esetben teljesítmény van mögöttem, nagyon sokszor igen, nagyon sokszor politikai döntés születik, ez nem csak Magyarországon, a világon így lehet, és nem azt mondta, hogy akkor minden Kossuth díjas és így tovább, de vannak olyanok. Mert ezek jelképezhetik azt, hogy egy nemzet egyrészt miként gondolkodik a múltjáról, a temetői mit üzennek a jelen számára. Na most a jelen számára való üzenés legalábbis az én fölfogásom szerint lehetne, és bocsánat ezért a kifejezésért, egy sajátos mozgalom. Vajon nem lehetne? Vagy meg lehetne próbálni azt, hogy általános és középiskolák vállaljanak egy-egy sírt vagy egy-egy temetőrészt azzal, hogy rendben legyen? Hogy adott esetben a hősi temetők, amelyeket sikerült szintén elérni, hogy a hősi halottak sírjai, amelyek nem jelentik azt, hogy a nemzeti sírkert részé lesznek, ugye ez egy virtuális fogalom, de nem felszámolhatók. Mert akik az életüket áldozták a hazáért, azoknak a sírja maradjon fönt. Ha szerencsém van, akkor majd hátha a gyerekeim vagy az unokáim az enyémet fönntartják, ha nem, akkor nem, attól függ, hogy mit választok. És ezek ugye egy ország határain belül, ha szabad így mondani, megoldhatók. De a határainkon kívül ebben mi nem tudunk beleszólni. Nem mondhatjuk azt, hogy Romániában, vagy Kárpátalján, Ukrajnában ez és ez a magyar, ez a sír nekünk fontos, és ez a nemzeti sírkert része, és az ukránok azt nem számolhatják föl. Mert ez nem teszi semmi lehetővé. De mit lehet tenni? Erősíteni azokat a közösségeket, amelyek a határon túl
gondozhatnák ezeket a sírokat, vagy megtarthatnák. Belegondolunk, 1848-49 kapcsán a kivégzettek egy jelentős részének a sírjai nem a határainkon belül vannak. A határainkon kívül találhatóak. És ezeknek a síroknak és ezeknek a temetőknek az elcsatolt területeken, én azt mondom önöknek, hogy nagyon komoly megtartó ereje van. Egy közösség képes ragaszkodni a halottaihoz, és képes ragaszkodni a múltjához. Többször jártam az elmúlt években délvidéken, ugye van, aki ezt vajdaságnak mondja, én megmaradok a régi felvidék, délvidék, egyebek kifejezéseknél, ahol egyrészt nagyon sok háborús sír, tehát katonasír van, és nagyon sok sír van az 1944-45-ös, hogy így mondjam, szerb visszacsapásról, visszafoglalásról, ahol a magyarság, én így fogalmazok önöknek, többségben van, vagy még relatív a többségben, és esetleg olyan együtt élő szerbek vannak ott velük együtt, ott ezek a síremlékek, sírkeresztek megmaradhatnak. Vannak, ahol elkészülnek, és néhány nap múlva eltűnnek. Mert ezek emlékeztetnek esetleg olyan tragédiákra és olyan tisztességtelen, törvénytelen eljárásokra, amelyek nem feledhetők legalábbis az én megítélésem szerint a mi esetünkben. És a kérdés az, hogy ott mit lehet tenni? Ismerek olyan szombathelyi szemét, aki soha nem ismerhette a nagyapját, első világháborúban halt meg, viszont megtette azt, és megtette, volt némi anyagi lehetősége is, hogy tucatjával vitte az erdélyi harcok terület, az első világháborús erdélyi harcok területén az ott elesett magyar katonáknak, ahol voltak sírok, a fejfákat. Ahogyha visszatérek a katonákhoz, a Honvédelmi Minisztériumnak az illetékes főosztálya második világháborús sírokat hoz rendbe a határon túl, de csak úgy, hogy megegyezés és megállapodás van románokkal, ukránokkal, oroszokkal és így tovább. És ugye ilyenkor fölmerül mindig az a kérdés, ami napjainkban politikai kérdésé vált épp most az orosz elnök látogatása kapcsán, hogy megtehette az, hogy elment a fiú melyeti sírkertbe koszorúzni, miért olyan felirat van a sírokon és így tovább. Én azt mondtam, tegnap előtt, vagy tegnap kérdezték meg a véleményemet, ugye ez általában egy fél perc vagy egy perc szokott lenni, hogy abban nem szólhat bele a magyar állam, hogy milyen felirat kerül egy sírra, amit az oroszok hoznak rendbe és állítanak föl. Ahogy nem lehet abba beleszólni, hogy a német katonáknak milyen sír emlékeket állítanak, ahogy az olaszoknak, és hál' Istennek igazán abba sem, hogy milyenek vannak, és vannak ugye most már közel 20 esztendeje rendszeresen, megújulnak, épülnek a egykori Szovjetunió területén elesett sírok. Viszont ha belegondolnak abba, az a felirat, amit kifogásoltak joggal egyébként, hogy ellenforradalom és így tovább Magyarországon, ha megnézik azokat az emlékeket, azt nem az oroszok állították, hanem a hálás, idézve mondom, magyar nép, az 5. kerületi lakosok, azt hiszem a Vörös Október ruhagyár és így tovább. Hogy most ezt ők állították, azt mi nem tudhatjuk. De ezt nem lehet, elnézést kérek, levakarni és így tovább, mert az ő áldozatuk nem biztos, hogy tudták, miért harcolnak, nem biztos, hogy jó célért, mert mindenki úgy gondolja, hogy jó célért harcol, de ez az ő emlékük volt. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon olyan nagyon sokan nem valószínű, hogy azt hiszik, vagy azt vallják, hogy 1956 ellenforradalom volt. Illetve egy esetben, ha Rákosiéké forradalom volt, akkor nyugodtan mondjuk, hogy 56 ellenforradalom volt. De ugye van egy olyan a nyelvünkben, hogy azt mondjuk a forradalom annak pozitív töltete van, vagy üzenete, az ellenforradalomnak pedig negatív. Miközben a két világháború közti Magyarország arra volt büszke, hogy ellenforradalomban győzte le Kun Béláékat. És az ellenforradalom hősi halottaira és áldozatai emlékeztek a Ludovika előtt, a Dunaparton és így tovább. De én azt hiszem, hogy ebben nem érdemes belemenni. Sokkal lényegesebb az, hogy miként lehet ilyen viszonyok között ezeket a temetőket, ezeket a sírokat megőrizni. Mert egy nemzet emlékezetében ezek meg kell, hogy maradjanak, de nem csak az emlékezetében, ténylegesen is. Gondoljanak bele, hogy milyen, én így fogalmazok, és talán nem túlzok, ha így ezt mondom, milyen pusztítást végzett, nem csak szellemileg, de, hogy így mondjam, fizikailag is 1945 után egy új rendszer, egy új hatalom. A Rákoskeresztúri köztemetőben, a Farkasréti temetőben például a katonai parcellát vagy hősi halottak parcelláit számolták föl, eltüntették. És ugyanakkor
megpróbálták egy új történelmet a temetőkben is fölépíteni. Ha elmennek a Fiumei úti temetőbe, akkor ugye ott láthatják, még ott van a valamikori szocialista világnak a relikviái, ilyen értelemben a sírok. Én nem vagyok annak a híve, és természetesen nem is fogadom el, hogy bárkinek a sírját, a síremlékét lerombolják, földöntsék, egyebek. Ott nagyon ügyesen és szépen megcsinálták, hogy olyan növényeket ültettek be, hogy azért ne az legyen a munkásmozgalmi panteon és egyebek, amik ott vannak. Ott az egyensírok, ugye az ötágú csillaggal, aranyszínnel és így tovább, de ez legyen mindenkié. De ez egy új világ volt abban az értelemben, hogy fölépítenek valami újat. Gömbös Gyula síremlékét eltörlik a föld színéről, vagy eltüntetik, és tesznek valahoda, kérem, tudom, én bocsánatot kérek, Szabó II. János altábornagyit, aki korábban kanász volt, de altábornagy lett belőle. Tehát ezek a különbségek. Ha most ezeknek, és ugye a másik, amire szokták mondani, hogy egy nemzet múlthoz való viszonyát a temetők is jelképezik és megmutatják. Nem azt mondom, hogy minden nap a temetőbe megyünk, és minden nap ott kell lennünk, de figyelni kell arra, hogy mit üzenhetünk a múltnak. Ha önök elmennek és járnak esetleg a világba a különböző helyeken, és belefér az életükbe, vagy elmenjenek temetőbe, akkor tapasztalhatják, hogy vannak helyek a világba, ahol erre nagyon sokat adnak, és odafigyelnek. Ausztriában, Németországban többször elmentem értelemszerűen temetőkbe, és egyrészt nagyon szépen és nagyon rendezettek, és van egy másik dolog. Ők a katonák esetében az első és a második világháborús hősi halottaikat, független attól, hogy nemzeti szocialista Németország volt, és Ausztria ennek a részét képezte, emlékét megörökítették. Nem találnak olyan temetőt, ahol az idegenben, tehát Oroszországban, Ukrajnában vagy Franciaországban elesettek, és a hamvaikat nem tudjuk, hogy hol lehetnek, vagy haza nem hozhatóak, mert erre nincs költség, emlékét ne őrizni valami a temetőbe. Nálunk ez megint kimaradt évtizedeken keresztül. Ha belegondolnak, a településeken egykoron az első világháborúban még igen, vagy az első világháborús emlékek, vagy emléktáblák, hősi emlékek, emlékművek elkészültek. Volt, ahol a temetőbe kerültek ezek, aztán 1945 után ezek nem lettek. A bennünket legyőzőknek építettek emlékhelyeket, a temetőkbe gondozták a sírjaikat, de adott esetben az elesett magyar katonának a sírjára oda se figyeltek, esetleg egy korhat fakereszt volt, ameddig a fa kibírta. Most ezek azok a dolgok, amelyek bizonyos értelemben a kulturális örökségünkhöz, az épített örökséghez, és megítélésem szerint leginkább a belső örökségünkhöz tartoznak, és ezek olyan területek és olyan kérdések, ahol igazán nem szabadna, hogy úgy mondjam, politikai és különböző ellentétek alapján kezelni a kérdést. Most felejtsük el, amit mondtam önöknek, hogy világháború vagy 56, mert ott nyilván biztos nem mindenben van egyetértés. De méltatlan az a helyzet, hogy mondjuk Toldi Ferencnek a síremléke kinéz a Fiumeti sírkertbe. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság nem kap sok százmillió forintot, hogy minden sírt tudjon helyrehozni vagy felújítani. De ezért mondtam azt, hogy összefogással a nemzeti múltnak ezt a részét meg lehetne őrizni. És ennek az összefogásnak talán lenne bizonyos példaértéke vagy példaereje a határon túlra. Azt tudom azt, hogy több tízmillió forintot Házsongárdi temetőre fordított a magyar állam, és eljuttattak oda pénzeket, és ebből két vagy három nagyon szép sírboltot, kriptát lehetett rendbehozni. De ha elmennek, akkor azt látják, hogy százával vannak. 18., 19., 18. századból. Tehát olyanok, amire az ember úgy rácsodálkozik, hogy jé, itt van az, akiről tanultam egyszer, vagy hallottam, vagy valamit. És azért tartom ezt nagyon lényegesnek, ahogy említettem önöknek a határon túl, mert eljöhet az a pillanat, reméljük, hogy a mi életünkben nem éljük meg, vagy talán még utána sem, amikor azt mondják, hogy hát itt jártak magyarok, hát mutassák meg a nyomukat. Hol találják meg a nyomukat? És nincs. Ne régésznek kelljen majd ásni, és valamilyen maradványok alapján azt mondani, hogy kérem szépen, ezek magyarok voltak, mert itt tudom én, inkább karikalába volt, mert biztos lovon ült sokat, vagy valami. Hanem ezek üzenjenek. Ahogy eltűnnek az emléktáblák határon túl nagyon sok épületről, hogy eltűnnek
a magyar nyelv, hogy itt született XY, vagy ebben a házban alkotott és élt. A legjobb esetben esetleg két nyelvű lesz, aztán a magyar nyelv onnét is lassan elszivárog, és senki nem fogja tudni azt, hogy vajon az miért. És ehhez kapcsolódik az is, ami nem a temetők része, ugye az elnevezések, a magyar nevek megtartása településeken, utcaelnevezések és így tovább. Tehát ezek mind nagyon lényegesek és nagyon fontosak. És a másik, amit a sírokról és a temetőkből elő lehetett, vagy elő lehet adott esetben varázsolni. Néztem néhányszor, hogy mondjuk a 19. század végén, de még a 20. század elején is mennyi minden fölkerült a síremlékre. Pontos halálozási születés, vagy születési halálozási adatok, néha még egy-egy olyan fölirat is, ami eligazított, akár családi viszonyokra utalt, napjainkban pedig sokszor csak egy név, meg két dátum. Most ezt mindenki maga dönti el, tehát ne értsék félre, hogy most mennyit kér a kőfaragó és a fene tudja. Csak azok a szép feliratok, azok a szépen megformált síremlékek adtak valamit, és például én így fogalmaztam egyszer egy ehhez kapcsolódó cikkemben, illetve előadásomban, hogy gyakorlatilag a 19. században, de nem azt mondom, hogy mindenütt, de nagyon sok helyen egy település társadalom története megjelent és megírható lett volna a fejfákról, illetve síremlékekről. Mert akkor odaírták még, hogy cipész, kertész, erdőmérnök és így tovább. Tehát a foglalkozásra utalt, pontos születési, halálozási adatok, és ez egyúttal mondjuk, ha valaki társadalomtörténettel foglalkozik és ezt nézi, akkor ezek a síremlékek például segíthetnek abban, hogy azt mondja, hogy hoppá, 19. században ezen a környéken az átlag életkor vajon miért volt csak 43 év, vagy miért volt 67 év. Nem biztos, hogy a föliratból megfejti, de elgondolkoztató, ha túl magas az életkor, tehát hál' Istennek, vagy túl alacsony, van annak valami különleges oka. Adott esetben, ha ugyanazok az évszámok kerültek föl a fejfákra vagy a síremlékekre, vajon miért kiugró 1944 a Délvidéken? Önök megnézik azokat a kiadványokat, amelyeket a délvidéki, én így fogalmazok, magyar írtása vagy magyarok elleni fellépés során és a kapcsán írnak újságírók, történészek, vagy egyszerűen olyan családtagok, akik nem hagyják azt, hogy a felmenőiknek az emlékét meggyalázzák és eltűnjön, akkor azt láthatják, a múltkor kaptam épp egy ilyen kis kiadványt képekkel is illusztrálva, hogy ott van egy település, és 1944-ben mondjuk ott van, hogy 60 férfi halott, és 60 férfi két nap alatt. Akkor elgondolkodik az ember, hogy vajon miért lehet az, hogy az a település esetleg elnéptelenedett? Miért lehet az, hogy ott nincsenek adott esetben már magyarok? És ezek, ha megmaradnak, akkor üzennek és segítenek megtartani, én így fogalmaznék önöknek a múltunkat és a múltunknak ezt a szeletét. Ha eltűnnek, mint ahogy említettem, hogy eltűnnek Selmecbányán a magyar és a német feliratok, és akkor csak azt látják egy idő után, hogy kérem szépen Selmecbányán az idők kezdetétől fogva a végéig csak szlovákok éltek. Nem kívánom elvenni a jogot attól, hogy ők ott éltek és voltak, hiszen ez a világ természetes, legtermészetesebb dolga, de eltűnnek. Mert legyünk őszinték, vagy bocsánat, én így látom, elnézést azért a mondatért, hogy a levéltárakban nyilván nem fognak iratokat égetni, sem, mi sem, meg is mások sem, de lehet azt mondani, hogy nem találjuk, és ez pont nincs meg. De ha megmaradnak az épített örökség emlékei, azok mégis valamit jelentenek. Ha most mondjuk az emléktábla még megvan, ugye, mert Petőfi Selmecbány is rárt magyarul, vagy adott esetben bevésték mondjuk nem egy emléktábla, ami lecsavarozható, vagy egy nagyon szép mondjuk 17. századi kapun valami magyar felirat van, azt nem olyan egyszerű eltüntetni, meg nem is biztos, hogy el akarják, mert az egész tönkre megy, és akkor elveszett egy 17. századi emlék. De ugyanez vonatkozik a temetőkre, és ezért hangsúlyozom ezt ismételten, hogy ezeknek ilyen jelentősége és ilyen üzenete van. Egy temetőnek a, hogy milyen feltérképezése azt mondja, hogy megnéztük, és ugyanazt az időszakot látjuk, látjuk a neveket, és azt tudjuk mondani, nem biztos, hogy pontosan, mert máshova is esetleg temetkeztek, vagy jött oda valaki, oda hozták el temetni, hogy kérem, itt 30%-ban magyarok éltek,
20%-ban nem tudom én, németek, vagy szászok, vagy ugye a cipszerek, a felvidékiek, és 50%-ban szlovákok, vagy fordítva. Hogy itt elvétve látunk egy-egy szlovák nevet, vagy feliratot, és az is még magyarul írta oda mondjuk a foglalkozását, vagy írták fel a foglalkozást, akkor lehet, hogy részben úgymond magát magyarnak, vagy szlováknak, vagy ahogy akkor mondták, tótnak tekintette. És ezek nagyon fontosak és nagyon lényegesek, és továbbra is azt mondom, hogy egy nemzetnek a halottaihoz való viszonya jelzi a lelki állapotát is. Én így gondolom. És ez nem elegendő, hogy egy-egy pillanatban azt mondjuk, hogy gondolunk a temetőre. Most ne értsék félre, nem azt akarom ezzel mondani, hogy minden nap mindenki ugye menjen, gazolja a sírokat és így tovább. De ha sikerülne azt mondani, hogy a nemzet múltjának megőrzésének egyik eleme lehetne, hogy adott településeken, ahogy említettem már, és bocsánat az ismétlésért, általános és középiskolák vállalnak egy-egy sírt. Nem arról van szó, hogy azokat vállalják, akiknek családtagjai vannak, mert a szégyenteljesnek tartom, ha az ember a saját felmenőjének a sírját nem tartja rendbe. De azokat a nemzet életében fontos és meghatározó szerepet játszott személyek, akiknek már nincsenek leszármazottai, akik nem tudják gondozni azokat a sírokat, nem tudnak odafigyelni. Most nem, arra, nem is azt mondanám én, hogy x 100 000 forintot gyűjtsenek egy síremlék felújítására, de biztos, hogy meg lehet tenni, hogy amikor az első egy kicsit megsüllyedt, esetleg az a keret, ha valakinek olyan sírja van, akkor ha még az első megsüllyedésnél kiigazítják, akkor nem lesz belőle nagyobb baj. Hogy ne gaz legyen, hanem adott esetben virág vagy valami zöld, azon a síron az is. Ahogy le lehet súrolni a különböző síremlékekről a mohát és sok mindent mást, hogy olvasható legyen, vagy ki lehet javítani ezeket. És ilyennel lehet találkozni. Azok, akik úgymond hagyományőrzők és a volt magyar királyi honvédség, vagy a magyar katonaság, hogy ilyen szakszerűtlenül fogalmazzak, halottaira emlékeznek, azok közül nagyon sokan ezt megteszik. Hódmezővásárhelyen, Szegeden, máshol megtették ezt, hogy emlékezzenek, és rendbe hozták a sírokat. És én azt gondolom, hogy ez példaértékű kellene, hogy legyen, és meglátásom szerint nyugatról onnét jönnek negatív példák is, de talán jöhetnek jó példák is. Számomra azt igazolja, mondom, az említett németországi vagy ausztriai emlékeim, amikor temetőkbe is elmentem, hogy mindenütt odafigyeltek, mindenütt rend volt, és hogy a mi múltunkban meghatározó szerepet játszó személyeknek az emléke sokszor gyalázatos legyen, az elszomorító. Ha belegondolnak, ugye Geszten a Tisza család sírboltját ezelőtt valamikor 20 esztendővel nagyjából rendbe hozták. Hát nem úgy néz ki, mint 20 esztendővel ezelőtt. Nem csak azért, mert hogy esetleg az eső meg az idő múlik, hanem ahogy sokan bánnak vele, vagy ahogy egykori főri családok kriptáit teszik tönkre, és nincs, aki rendbe hozza, miközben olyan személyek sírhelye volt az, vagy nyughelye volt, akiket emlegetünk a történelmünkben, és nagy személynek gondolunk. Tehát azt hiszem, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyek nagyobb odafigyelést érdemelnének tőlünk, de ehhez szemléletváltoztatásra van szükség, én azt gondolom. Egyrészt merjük vállalni a múltunkat, merjük vállalni azokat a személyeket, akik a múltban komoly teljesítményt nyújtottak, és ne azt nézzük, hogy adott esetben egyik-másik rendszerben, világban a bíróság miként vélekedett róla. Nem biztos, hogy valakinek a politikai nézeteivel egyetértek, de ettől függetlenül az illető lehet Nobel-díjas, lehet az illető adott esetben egy nagyszerű biológus, kémikus, katona vagy tanár, az emlékét meg kell, hogy őrizzük. Legfeljebb én kritikusan nézek rá, és adott esetben nem úgy vélekedek, hogy ő számomra a példakép és így tovább. Mint ahogy sikerült eljutni oda, hogyha önök kimennek az új köztemetőbe, akkor nem csak a 301-es parcella van ott, hanem ott van mellette a 298-as parcella is, ahol 1945 és 56 között kivégzettek sírjai sorakoznak. Akik fogalmaznak így sokan, még akik élnek közülük, illetve ők már nincsenek sokan, akik egy kommunista rendszer elleni nemzeti ellenállásba vettek részt. Mert megpróbálták megakadályozni azt, hogy az legyen 1945, 47, 48, 49-ben, ami lett egy rákosi rendszer.
és ott sorjáznak. Vannak köztük katonák, vannak köztük munkásemberek, ahogy mondani szokták, orvosok, tanárok, és így tovább. És ezeknek az emlékét legalább megőrzik, mert őket kivégezték, méltatlan körülmények között temették el őket, és most már hál' Istennek eljutottunk oda, hogy ez egy nemzeti emlékhegyé vált. Vannak köztük olyanok, akiknek csak jelképes a sírja. Hadd mondjak valamit, Kozma István altábornagy, aki a II. Világháborúban is szolgált, ugye az első világháborúban is katonaként, mi több 1945 után hallgatott két egykori tanítványára, Pálfi Györgyel és Sólyom Lászlóra, hogy szolgáljon az új honvédségbe, akkor még honvédség volt, a neve később lett néphadsereg, hogy aztán utána 1951-ben halálra ítéljék és kivégezzék. Senki nem tudja, hogy hol van ott a sírja. A Honvédelmi Minisztérium a család kérésére és együttműködésére egy jelképes, hogy így mondjam, emléktáblát, vagy sírt állított, hogy Kozma István itt nyugszik idézőjelben, de nem tudjuk, hogy pontosan hol nyugszik. Mert a halottak, vagy azok, akik sokat jelentenek és fontosak, azok nem egy esetben a halálukkal és a sírjukkal is üzennek. Gondoljanak erre, arra csak, hogy vajon miért volt az, hogy az 1980-as évekig az által most említett temető 300, illetve 301-es parcelláját csak az akác nőtte be, a gaz, és amikor október 23-án, vagy előző nap, vagy másnap kimentek azok, akik tudták, hogy egykori 56-os bajtársaikat ott temették el, aminél azt hiszem az ő esetükben, hogy azt mondom, hogy eltemették, ez egy nagyon szép kifejezés, talán azt lehetne mondani, hogy elföldelték, hogy a múltjukat is el akarták tüntetni, és az emléküket is. Mert ez sokat jelenthet és erőt adhat. Amikor megjelentek ott adott esetben a kis nemzeti színű szalagok a fákra és a bokrokra rákötve, valahol egy-egy mécses vagy egy virágcsokor, mert senki nem tudta, hogy ki merre lehet, akkor ez a hatalom számára hadüzenettel ért föl. És gondolják bele, hogy milyen az a hatalom, amelyik a holtakat sem kíméli, és hogy mondjam, földi létük után sem hajlandó tudomásul venni, vagy nem vesz róluk tudomást, és valóban ugye nem légből kapott történetek, hogy nem egy esetben lovasrendőröket vezényeltek oda, a már nem látható sírokat is még megtaposni, és az ott gyülekezőket, akik nem sok százan voltak, csak emléket akartak állítani egy-egy kopjafával, vagy valamivel, onnét elzavarják. Én azt gondolom, hogy ha egy hatalom így közelít a temetőkhöz és a múlthoz, akkor annak a hatalomnak hosszú távon nincs jövője. És én úgy érzem, hogy ezt a történelem igazolta, vagy lehet, hogy én a történelem igazolásából vettem ezt a föltételezésemet, mert mégis azok a kivégzettek, az életüket a hazáért áldozottak, akik nem biztos, hogy hősök akartak lenni, kerekedtek felül. Ha most kimennek, akkor azt tapasztalhatják, hogy rendezett sírok, természetesen vitatott vagy vitatható életúttal ott fekvők, tizenévesek, huszonévesek, kétkezi munkások, katonatisztek, orvosok, és sok mindenki más lehet, hiszen ha megnézik persze, akkor 1956 halottainak a többsége, amikor felolvasták a neveket 1989 júniusában az újratemetéskor, és mellette a foglalkozásokat, akkor bizony meglepő statisztikát lehetett volna, vagy lehet most is összeállítani, hogy hogy lehetséges az, hogy a munkás paraszt hatalom, mert 56 előtt is használták, áldozatai, kivégzettjei többségében munkások és parasztok. Tehát az a kép, amit próbáltak vagy próbálnak megrajzolni, az egész más. És ha például kimennek a 17. kerület, azt mondja, hogy 16. kerület az M3-as bejáratán, az Rákosszentmihályban még temetőbe. És ott van egy tábla a ravatalozó falán, azt hiszem, vagy az iroda falán, 1956-ban
meghaltak, de hát nem a természetes halál, így fogalmazok, hanem harcok során, vagy adott esetben egyszerűen csak a lövöldözések áldozatai, és ott, ahol lehetett, föltüntették a foglalkozásokat. Megint azt tapasztalhatják, hogy nem a felső 10 000, amennyiben létezett ilyen. Tehát ez is azt jelzi, hogy a temető ilyen értelemben is üzenhet a számunkra egyúttal, hogy vajon egyrészt az ártatlan áldozatok, másrészt a harcokban elesettek, vagy adott esetben a kivégzettek társadalmi összetétele milyen volt, milyen csoportokhoz tartoztak. És én azt gondolom, hogy van azért némi előrelépés, és van némi előremozdulás. Kezdjük valamennyien megérteni azt, hogy a múltunkat nem lehet elvenni, ha a múltunkhoz tartozó tárgyi és egyéb, én így fogalmazok, emlékeket megőrizzük magunknak. Ha megmaradnak a sírfeliratok, kezdve attól, hogy az illető csizmadia volt, vagy kéményseprő felirattal, és ez adott esetben egy 1823 és 1872 közt élt személynek az adata, mondjuk a délvidéken, vagy ugyanez Kárpátalján, vagy a felvidéken, akkor nem mondhatják azt, hogy mi vagyunk ott, akik oda betolakodtunk. Mert ez is egy nagyon lényeges üzenet számomra, hiszen az Erdélyben élők és az elcsatolt területeken, mert ugye ma már, ha Romániához csatolt területről beszélünk, akkor mindent Erdélynek tekintünk, pedig hát a királyhágóig ugye még másról van azért szó. Nem véletlenül 1940-ben azt írták, hogy a Észak-Erdély és a keleti ország részek egyesülése újra Magyarországgal a törvénybe. Akkor ott érezni lehet azt, hogy jöttmentnek, és ugye, hogy ott használják a románok, bozgornak nevezik a magyarokat. De ezek a bozgorok azt tudják fölmutatni, hogy tessék, gyere a ázsongárdi temetőbe, és mutasd meg nekem, hogy 1678-ban vagy 1702-ben hol találod meg a felmenőidnek itt a sírját. Nem azért, mert lerombolták a magyarok, mert akkor még nem voltak ott olyan felmenők. Ma már, és elnézést a kitérőjét, 20% alatt van Kolozsvár ott a magyarság százalékos aránya. Valamikor 20%-nyi román nem volt ott. És az emlékek és a temetők, a sírok, ha van százalékos arányba csökkenés, és ténylegesen is, de mégis azt mutatják, hogy ott voltunk, vagyunk és leszünk. És ennek azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van, és ezt talán érdemes lenne közösen átgondolni és megérteni. Hogy meg kell érteni és el kell fogadni azt a reménytelen harcot, amelyet délvidéken nagyon sokan, Matuska Márton, hirtelen akartam mondani, milyen Ferenc Újvidéken és mások folytatnak azért, hogy megmaradjanak az emlékei azoknak az embereknek, akik ott ártatlanul veszítették az életük, mert egyetlen egy bűnük volt, hogy magyarok voltak. És hogy ezeknek még egy síremlékük se legyen, de hát azt talán nem, de hogy egy sírkeresztjük se lehessen, és ne lehessenek utalások arra, hogy valamikor ez a település, ha végigjárjuk a temetőket, és ismétlem önmagamat, azt mutatja, hogy 75-80%-ban magyar neveket tartalmaz, és van 5% német, és van mondjuk 10% szerb is ott a temetőben, vagy a temető másik részén elhelyezve, mert ugye a felekezet és a nemzetiség egykoron máshova temetkezett, vagy ha egy temető volt, akkor is szépen megtartották. Ugye az izraeliták azok más volt, mert saját temetőik voltak másfajta szokásokkal. Ahogy azok a temetők is eltűnnek, de én azt gondolom, hogy minden, ami a nemzet múltjához tartozik, az megőrzendő lenne. Természetesen nem mondhatjuk azt, hogy az ember, hogy belegondol a saját lakásába, mindent megőrizne, akkor már rég nem tudna bemenni a házba. De ezek nem ugyanazt jelentik. Ezek nem ugyanazt jelentik, mert vannak dolgok, amelyeknek továbbra is azt mondom, hogy üzenetértéke van, és számunkra üzennek valamit, és a mi múltunk a részét képezik, és mi ez alapján, a múlt alapján tudjuk azt mondani, hogy lesz jövőnk is. Mert aki a múltját ilyen értelemben kezeli vagy nem kezeli, az szerintem nagyon komoly bajba kerül akkor, amikor jövőről kell beszélni. És nem olyan idézeteket akarok keresni, amit nagy emberek vagy kis emberek mondtak, de az élet való ezt igazolja. Lehet, hogy 10 évesen, 20 évesen ezt nem gondolom át, vagy nem gondoljuk át, és nem feltételezzük, és akkor szembesülni kell egyszer azzal, amikor elmegyünk valahova, és azt látjuk mondjuk egy vegyes nemzetiségű lakta területen, hogy a magyar temető lassan úgy néz ki, mint bizonyos helyeken Magyarországon egy-egy zsidó vagy nem zsidó temető,
a másikak pedig rendezettek és léteznek. És akkor azt mondjuk, hogy ha ezt előbb-utóbb benövi a gaz, benövik a fák, eltűnik a múltnak egy darabja, és utána már nagyon nehéz lesz előszedni ezt a múltat és ezt a múltbéli dolgot. És ezek, ugye, ahogy említettem önöknek, ezek a temetők valóban történeti források. Mert ahogy mondtam, nem tartom kizártnak, hogy egy-egy ilyen temetőből egy település társadalom története elő megrajzolható, elővarázsolható, vagy ahogy utaltam rá, az életkorral kapcsolatos adatok úgy szintén. És a temetői feliratokból azok a nemzetiségi változások. De ugyanez vonatkozik a Magyarországon élő kisebbségek esetében. Az én édesem sváb származású volt, és az ő szülőfalu egy Baranya megyei település Mágocs, ahol nagyszüleim és dédszüleim vagy ükszüleim vannak, az a falusi kripta, ami nem egy hatalmas, ugye, amit csináltak, azt lezártam, mert úgy nincs már, akit oda temessünk, de természetesen gondozzuk és figyelünk rá. És amikor elmegyek oda a temetőbe, azt látom, hogy a második világháborúig, talán még utána is egyszer-egyszer a feliratok többsége temetőben német, mert hát mindenki német anyanyelvű volt, tudtak magyarul is, nyilván nem olyan jól, mint akinek az volt az anyanyelve. És miután a falu lakosságának nagy részét kitelepítették, egy részét elvitték a sokat emlegetett Málenki robotra, és felvidékről elüldözött magyarokat, vagy kitoloncolt magyarokat telepítettek a helyükre, megváltoztak a sírfeliratok. Megjelent a magyar nyelv, de ami talán érdekes, a német anyanyelvűeknél, vagy a nevekből következtetően német származásúak sem németül írták már föl. Mert a történelemben rákényszerülhetünk arra, vagy rákényszeríthetnek bennünket arra, hogy próbáljuk meg a saját múltunkat és identitásunkat föladni. Gondoljanak arra, hogy vajon mind kellett átmenni 1945 után a felvidéki magyarságnak, amelynek szinte valamennyi tagját elkívánták távolítani a szülőföldjéről. Mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az elcsatolt területeken nem hazát használnak, inkább én úgy vettem észre, hanem szülőföldet. A haza és a szülőföld ilyen értelemben számukra nem mindenben azonos. Szülőföld, mert ott születtek és számukra fontos, de nem biztos, hogy Romániát a hazájuknak tekintik ezek az emberek. És ha visszatérünk egy mondat erejéig, vagy visszatérek ugye felvidékre, ahol a megélhetést és a túlélés azt jelentette, hogy azt mondtam, hogy én idáig ugyan magyar voltam, és egy bötűt vagy egy szót nem tudok szlovákul, de akkor most én azt mondom, hogy szlovák leszek, és majd előbb-utóbb megtanulok szlovákul. Miközben a településen csak magyarok éltek. Tehát nagyon nehéz ezt elfogadni és megérteni, de tudomásul kell venni, hogy senkit nem kényszeríthet az, aki nem élte meg azt a sorsot, hogy azt mondja neki, hogy miért tette ezt. De ma már én úgy vélem, hogy ezen túl lehet lépni, és túl kell lépni, és igenis büszkének kell lenni arra, hogy az a terület is valamikor Magyarország volt, és annak a sírja is üzenhetnek nekünk, és mondhatjuk azt, hogy amikor még másként élt a köztudatban, vagy másként gondolkodtak arról, hogy hungarus tudatúak, és abba beletartozta sok mindenki mások, azok mindennek a nemzetnek a részét képezték, független adott esetben az anyanyelvüktől. Én azt gondolom, hogy nehezen lehetne vitatni Petőfi Sándornak a magyarsághoz való viszonyát, vagy magyarságát, miközben, ha most azt nézzük, hogy vajon hogy hívták az apját, vagy hogy hívták az anyját, nem biztos, hogy ez megfelelne a valóságnak. Ő viszont választott ezt az országot, ezt a nemzetet választotta, én pedig azt mondom, hogy mi pedig válaszoljunk erre úgy, hogy megőrizzük méltóan az emléküket, és üzenünk másoknak a temetőinkkel, a sírjainkkal, azzal, hogy régóta itt voltunk, régóta itt vagyunk, és itt is szeretnénk maradni. Rögtön az első gondolatom, amikor ez a forradalom ellen forradalom vita, hát a rádión keresztül jutott hozzám, az volt az érzésem, ami önnek is, hogy nincs jogunk levakarni más fölírását sírokról, viszont történelem órán oda kellene vinni a fiataljainkat. Az egyik föliráshoz is, és a másik föliráshoz is. Mert ez kinyithatja a szemüket, és elgondolkoznak talán rajta, hogy az egyiknek miért forradalom, a másiknak miért ellenforradalom.
és azt hiszem, hogy éppen a szemléletváltás témáját talán a nemzeti alaptanternél kellene kezdeni. Mert mi itt azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy szemléletváltás kell, de azt a legkisebbeknél kellene elindítani. Tehát lehetséges-e az, hogy a nemzeti alaptanterve befoglaljuk, hogy történelem órán a gyerekekkel nevezetes sírokat kötelező meglátogatni. És talán néhány olyan sírt is megmutatni, ami szomorú állapotban van, és elbeszélgetni velük, hogy nincs-e itt feladat. Most ezzel kapcsolatosan gondolom, tisztelt előadónknak is ismerős egy nagyon áldozatkész kolozsvári tanárnőnek a példája, aki most már nyugdíjas, Tőkés Erzsébet, és a saját diákjaival hozza rendbe, most már a magyar kormány segítségével is, a sírokat. Itt megint reménykedni lehet csak abban, hogyha ő le kell tegye a kapát a kezéből, mert kapával és gyomlálni vödrökkel megy ki a tanítványaival, akkor lesz, aki utána ezt folytatja. Ez kellene itt is nekünk. Hát nézze, ugye ismerem Tőkés Erzsébetet, és van olyan fiatal kollégám Kolozsvárot, aki mérnökember, itt szerzett doktori fokozatot sporttörténetből, akik mellette Igen. és együttműködve Igen. nagyon sokat Igen. rendbe hoztak, tehát van. És én azt gondolom, hogy amire utalt a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság, illetve a részben annak titkárságából létrejött Nemzeti Örökség Intézet erre hangsúlyt fektet, és igyekszik is ezt megtenni. Tavaly október 23-ára 56-os elítéltek, kivégzettek, illetve elesettek sírjait hozták rendbe, különböző iskolákat próbálnak mozgatni és keresni. Egyébként én azt gondolom, hogy a legnehezebb az mindig a történelemben, hogy évtizedes beidegződéseket, és most így fogalmazok, elnézést kérek, belénkvert dolgokról tudjunk megszabadulni. Én most hozok egy példát, ami nem a sírokhoz tartozik. Minden évben ugye a második hadseregre való emlékezés kapcsán a sajtóban írott, elektronikus, azt hiszem így illik mondani, vagy manapság már divat a médiában, elhangoznak különböző állítások, amelyek a valósággal köszönő viszonyban nincsenek. Akkor én írok egy olvasói levelet, ezt közlik, és a következő évben ugyanazok jönnek, mint ami az előző évben volt, tehát mintha nem csináltunk volna semmit. Én nagyon remélem azt, hogy a temetőkkel és a sírokkal nem lesz ez, mert mindannyian, ha belegondolunk, életünk egyetlen biztos pontjába, a halálba, akkor azért úgy fölmerül bennünk, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha a körülöttünk is olyan nagyobb rend lenne, amikor nem vagyunk ott, és nem lovak száguldoznának esetleg azon a síron, ahova kerülünk, vagy valami. És mondom, a másik pedig az, hogy ez egy nemzetnek a múltjához való hozzáállást jelzi egyúttal számomra. Éppen és azt hiszem, hogy ebben nincs ilyen értelemben köztünk különbség. Igen. Én azt gondolom, hogy meg kell próbálni. Meg kell próbálni. Fontos lenne, hogy minden tizenéves gyerek, tehát az általános és középiskolától egyszer vagy kétszer eljuthasson olyan helyre, ahol szembesülhet ezzel a dologgal. Itt valóban azt mondják, hogy a múlt tanít bennünket. És mégis olyan sokszor el akarták már venni tőlünk a múltunkat. Bizonyára sokak előtt ismert, hogy Napóleon egyik tábornoka, a Napóleon mondta egyik tábornokának, hogy mit csinálnak én ezekkel a magyarokkal. Azt mondja, hogy hát a múltjukat mindig emlegetik, vedd el a múltjukat, és azt csinálsz velük, amit akarsz. Sajnos sokszor volt már történelem során, hogy el akarták venni a múltunkat. Ne vegyék el a múltunkat, mert azt tanít, és kell a jövő generációnak is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és én azt gondolom, hogy próbáljunk tenni azért, hogy ne tudják elvenni a múltunkat. Tehát ezt tartom én egy nagyon, nagyon lényeges dolognak. Én úgy érzem, hogy a mi esetünkben a múltunkkal kapcsolatban nekünk nem másokkal kell olyan értelme vitatkozni, hogy másokról rosszat mondani, be kell mutatni azt, hogy miénk volt, hogy mi milyenek voltunk. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy nyilván nincs olyan nemzet, és mi sem vagyunk olyanok, amelynek a múltjában csak pozitív vagy csak negatív dolgok vannak. Én azt gondolom, hogy nekünk az egész múltunkat vállalni kell, annak minden erényével és minden hibájával együtt, de
nem kell velünk, nem mind biztos, hogy mert velünk nem minden esetben jó viszonyban lévőknek a mi negatívumunkat példaként felhozni és azt előtérbe állítani, és erre mondok egy példát. Ugye sokszor emlegették, nem tudom, hogy pontosan elhangzott-e Cseres Tibortól, bár én fiatalom, már mint én voltam fiatal, nem jött, találkozhattam vele, aki ugye megírta a Hidegnapokat, és ő azt mondta, hogy hát arra gondolt, hogy mert akkor előjön egy szerb író, és ő megírja az övékét. Erre nem előjött a szerb író, hanem azt mondta, hogy kérem, hát a magyarok saját maguk mutatják be, hogy milyenek, akkor nekünk nem is kell semmit szólni. Tehát azt gondolom, hogy a kritika és az önkritika egyensúlyát célszerű megtalálni, és nem biztos, hogy nagyobb önkritikát kell gyakorolnunk, mint amennyire kritikusak velünk szemben. Na, azzal indultunk, hogy temetők, törökkoppány, törökkoppányi templom. Körülbelül 20 éve voltam kerékpárral törökkoppány tájékán. Útikönyvben olvastam, hogy törökfejes temető. Hát abból akkor nem volt semmi, azt nagy nehezen eljutottam Mariska nénihez, a templomgondnokhoz, és ott egy-két törökfejet azért csak van, láttam. Egy-két turbánt. Hogy most hogy áll a törökkoppányi temető, az egyik kérdésem. A másik praktikus dolog, elmesélek egy jópofa élményt. Jó 10 éve Budapesti Temetkezési Intézet vállalat, sírhely megváltás, és az ügyintéző ráért nem volt olyan sok dolga, és kérdeztem, hogy én a nagymamám barátnőjének a sírhelyét megváltathom-e? Mondta, hogy nem. Hát mondom, hogy. Azért, mert hogy a megváltás és a rendelkezési jog össze van kötve. Most ennek az a társadalmi üzenete, hogy semmi közöm a más sírhelyéhez. És szerintem ez helytelen, és nem tudom, hogy ki akadályozza meg a jogalkotást abba, hogy a megváltási jogot és a rendelkezési jogot külön válassza. Köszönöm szépen. Megvallom őszintén, hogy nem tudom, hogy melyik úti könyvet nézte akkor meg, de az én gyerekkoromban sem volt török temető török koppányban. Volt két, ahogy mi mondtuk gyerekként, turbán, ugye a muzulmánok által használt úgymond síremlék, amelyik az akkori plébánia hivatal vagy paplak előtt volt található, amit valahol ugye a földeken találtak egykoron meg, és ott elhelyeztek, és azt hiszem ebből maradt meg a temető. Az egy ugyanolyan falusi temető, mint a többi, és hál' Istennek megmondom önöknek őszintén, hogy ugye ott nekem a dédnagyapám sírja van, és apám nagynényé, mert a nagyapám maradványait Balatonföldváról elköltöztek a szüleim, mikor meghalt a nagyanyám, azt is odahozták, hogy ott legyen. De ettől függetlenül el szoktam menni, mert sajnos sok ismerős vagy egykori osztálytársnak is már sírjai vannak, ami nem szerencsés ugye ilyen életkorban. És azt láttam, hogy ahhoz képest, amit én ezelőtt 15 vagy 20 évvel láttam, rendezettebb, tisztább a temető, jobban odafigyelnek az emberek, és nem szeméttel teledobálva, és a sírokat is rendbe hozzák. De hát ahogy a magyar temetőkre jellemző, ugye nem olyan, mint a németeknél, hogy katonás rend van, hogy egyes sír, kettes sír, mindegyiket szépen előre kialakítják, már lefektetik a járdát, és így tovább, hogy utána lehessen menni, de sokat lépett előre. Múltbéli, tehát arról az időszakról, amire utalt, és amit Mariska néni jóvoltából láthatott, hát olyannal sajnos nem lehet találkozni. Ahogy én úgy tudom, hogy a török kut sem török időkből származik, ugye ott az erdőben, ahonnét az a gyerekkoromban arról beszéltek, hogy onnét vezették be a várba a vizet és így tovább, és valami fantasztikus nagy dolognak tűnt ez a török út, és amikor aztán az ember később belement, akkor ugye körülbelül térdig ért a víz benne, nem süllyedt el sehol, de nagyon jó víze volt akkor, most pedig már ki van írva, hogy ihatatlan, tehát hogy nehogy valaki igyon belőle. Úgyhogy ez is a múlt részéhez tartozik. Tehát azt hiszem, hogy az emlékek az én szülőfalumban már csak a nevében maradtak meg abból az időszakból, miközben az oszmán-török hódoltság idején ugye meghatározó erősség volt Koppányvára, később pedig rangja még a 19. századik közepéig is mezőváros volt, de hát ez sajnos a történelmünkben Magyarországon nem egy településsel így történt, vagy ilyen formában történt, és ma Somogy megye, amelyik egy részben aprófalvas település, azon a környéken ez a legnagyobb település a 470 vagy 480 lakosával, a többi 150, 200, 180 és így tovább. És a múltkor, amikor ott jártam, elmentem az általános iskolába, minden könyvemből mindig viszek az általános iskolámnak is, meg a falu könyvtárának is egyes példán, és akkor kérdeztem, hogy hány diák jár. Azt hiszem 180 járnak, és talán 9 településről. És ez már ugye túlmutat a temetőkön, ez már arra mutat, hogy vajon miként éljük túl önmagunkat, a temetőket, és a jövőbe mire jutunk. Köszönöm szépen a részrevételét és a jelzését. Két dolgot szeretnék mondani. A legelső,
Nagyon örülök, hogy hallhattam az előadást. A másik kettő a következő lenne. Hogy ne az iskolán és a nemzeti alaptanterven kérjük számon, hogy mit tanít a múltunkról, hanem a kisgyerekeknek tanítsuk meg, szülők, nagyszülők, tisztelni a múltunkat. Otthon kell legelőször elkezdeni, a többi az iskolába jön. A másik. A pusztuló temetőkről volt egy megrendítő élményem, nem tudok túllépni rajta. 2010. Zsánkóföld. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen el és élje túl. Azért mondtam, mert látok ott temetőket, meg hatalmas katolikus templomokat. Onnan a 70-es, 80-as évekből. És vas fejfákat, elhanyagolt temetőket, az eredeti temetőt, amelyik a templom körül volt, felszámolták, egy közös sírba belerakták, akik ott voltak, a fejfákat elégették, a régi templomot megsemmisítették, a helyébe vasbeton templomot építettek, amelyen már a magyar szentek nincsenek ott, végig lehet menni egész Csángóföldön, ezt lehet látni mindenütt. A gazdátlan temetők elhanyagolt állapotban vannak. Még lehet rajtuk magyar neveket is találni, úgy, ahogyan a csángók tudnak írni, meg beszélni végveszélyben lévő nemzettársaink. A régi templommal hihetetlenül sok minden tűnt el. Nem csak a temető. Ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én jártam egyébként Csángóföldön, és azért próbáltam arra utalni, hogy ezeknek az eltűnése, ahogy én fogalmaztam, a temetőkkel, sokszor nem is gondolna bele az ember, amíg nem szembesül vele, ez valóban a múltnak az eltűnése, vagy az eltüntetését jelenti. Tehát ezért is tartottam fontosnak, és osztottam meg önökkel azokat a gondolatokat, hogy ezeknek a megtartása nagyon fontos lenne valamennyünk számára. A felvidéken, illetve Magyarországon Letkésen 25 éve szervezzük az ottani hősi halottaknak az emlékünnepét, és ennek az lett az eredménye, hogy az oda jövő felvidéki fiatalok Kicsinden, Szlovákiába, és Helembán, Szlovákiába magyar katonai hősi emlékműveket hoztak létre, amit felszenteltek, és minden évben, azonos időben ünnepséget tartanak, és emlékeznek a Szent László hadosztály hősi halottaira. Tehát van olyan felvidéken, különösen olyan affinitás, amit, hogyha éleszt az ember, ilyen eredményeket ér el. És ezért, aki teheti, lehetősége van, aktívan, mint ahogy itt Gödöllön is nagyon örömmel látom, hogy a helyi szervezetek is a hősi halottaknak az emlékét megőrzik, mindenki személyében is tud olyan eredményeket elérni, ami a temetőknek, a hősi halottainknak, magyarságunknak a megőrzését szolgálja. Köszönöm a figyelmüket. Megköszönve professzor úrnak az előadását, és gondolva arra is, amit most hallottunk, tehát vannak ilyen magánkezdeményezések, de a versenyt azt nagyon nehéz állni. Én több mint 40 éve járok Erdélybe meglehetős gyakorisággal, és évről évre látok változásokat. A temetőkről már professzor úr beszélt, én beszélnék a kegyhelyekről egy keveset. Egyre másra látom azt, hogy a rossz állapotú, többé-kevésbé elhanyagolt, néha romos magyar templomokra szinte ráépülnek a hagymakupolás román ortodox templomok. Ez nem véletlen.
Ugyanígy a magyar egyházi és egyéb levéltáraknak a pusztítása a Ceausescu korszakban, ez nyomon követhető volt, több katolikus és református papnál is jártunk akkor, és onnan is gyűjtötték be ezeket az iratokat. És az, hogy ezek mennyire rányomják a bélyegüket az egész tájra, az jól követhető például, hogy a Gyimesekbe belépünk Csíkszépvíznél. Egy hatalmas, szintén hagyma kupolás román katedrális uralja az egész gyimesi völgy látványát. Ugyanígy, hogyha bemegyünk a torockói völgybe, ha két magyar falu, igaz, hogy német eredetűek voltak a torockói bányászok, tehát Torockó és Torockó-Szentgyörgy követik egymást, a torockói völgy elején is egy hatalmas román katedrális látható. Ugyanígy Marosugrán, Marosvásárhely előtt néhány kilométerrel szintén egy óriási egyházi intézmény. Tehát most azt sugallja a jelenlegi kép, hogy ott mindig is románok éltek. Azon kívül emlékszem, hogy ezelőtt 30 évvel vagy 35-tel mennyire elcsodálkoztunk azon, hogy nagyon érdekes szobrokat láttunk tiszta magyar városoknak a főterén. Ez pedig a Romuluszt és Rémuszt szoptató anyafarkasnak az ábrázolása, és ezek megszaporodtak. Olyan helyeken, ahol románok valószínűleg sohasem éltek. Na most ez állami szinten működik román részről, és a fogyatkozó magyarság és az ilyen társadalmi kezdeményezések azok nehezen állják a versenyt. Egy kérdésem is volna, mégpedig az, hogy a magyar lexikonok hivatkoznak az 1910-es népszámlálásnak az adataira. Miután ugye 1910-ben még Trianonról nem sok sejtése volt senkinek sem, semmi okunk feltételezni, hogy ez ne egy reális népszámlálás lett volna. Vajon a környező országoknak a történészei hogy viszonyulnak ehhez a népszámlálási adattömeghez? Hát az 1910-es népszámlálási adatokat gyakorlatilag a többség, vagy azt kell mondanom, hogy a szakma elfogadja Magyarországon és Magyarországon túl is. Nem azt kell mondanom, hogy számunkra rendkívül kedvezőek voltak ezek az adatok, hiszen Horvátország nélkül a magyarság százalékos aránya mintegy 54%-ra tehető, a nem magyar etnikum vagy nem magyarok 46%-ra, Horvátország beszámításából 50% alatt volt a magyarság százalékos aránya. Semmiféle kényszer nem volt ugye a népszámlálásnál, hogy valaki másnak nevezze magát, mint amilyen adott esetben volt. Az már egy másik kérdés, hogy például a Felvidéken, a csehszlovákia, azt hiszem a 30-as évek elején van egy népszámlás, amikor a csehszlovák adatok szerint ugye alig 38-40% a magyarok aránya azon a területen, még az első bécsi döntéssel visszatér, és az első bécsi döntés területén a 41-es népszámlás szerint több mint 86% a magyarok aránya. Tehát nyilvánvaló, egyszer-egyszer ide vagy oda mondta valaki, hogy most kedvezőbb, hogy szlováknak való magam, vagy magyarnak, de minden esetre gyaníthatóan ez ilyen. Amit egyébként, ahogy egykori televíziós kollégám készítette egy filmet, ugye Csáki Zoli, azzal a címmel, hogy hagymakupolás, vagy hagymakupolás honfoglalás, bizonyára többek előtt ismeretes. Tehát én így fogalmaznék, most ugye a temetőkről beszéltünk, ez egy másik kérdés, miként lehet elvenni a múltat, és miként lehet fölépíteni a múltat. És a kérdés az, hogy ki mennyire akarja. Ha most Romániát veszük, én azt gondolom, hogy ebben az értelemben, múltépítés, múlt elvétel ügyében nagyon nagy különbséget a Ceausescu korszak és mostani időszak között nem lehet látni. Tehát az, hogy most milyenek az emberek egyebek, megint egy másik, de az, hogy ez a miénk, ezt ebben tökéletesen egyforma véleményen vannak. Legalábbis én így látom, nem alapos ismerőjeként ennek a kérdésnek vagy a területnek, függetlenül attól, hogy mennyit járok ezen a területen, vagy hova jutok el. A szomszédban nyugszik Gábor Áron Mária Besnyőn. A síremlékével nincs semmi baj, mert azt a kapucinusok gondozzák. De kérek mindenkit, aki meg akarja ismerni Gábor Áronnak a munkásságát, Gábor Áron, mint hadütudósító, Gábor Áron, mint gulágos, Gábor Álin, mint író, és a Magyar Vöröskeresztnek volt az utolsó komoly főtitkára. Kérem, olvassák és tanulmányozzák az ő műveit, a hagyatékát, a Püski kiadónál meg lehet még kapni a trilógiát, és túl a Sztáli vonalon című írását, mint hadütudósító. Ezt kérem mindenkitől. Gödöllőiek, mert a Gábor Áron alapjában véve gödöllői polgár volt már a háború előtt is. Köszönöm szépen.
Tisztelettel megköszönöm a történelmi vitézirend nevében is professzor előadását, és Farkas Jenő bátyánk mondataihoz néhány mondattal én is csatlakoznék, mert mi is látunk valami kis reménysugárt, ahogy ő is, hát ő a Szent László hadosztály elkötelezett népszerűsítője, kutatója, hagyományőrzője. Nos, a mi rendi águnk tavaly rendezett egy rendezvényt is a Szegen, dr. Tör Lászlóval, aki ugye hát a Honvédelmi Minisztérium részéről ugye a hadisírgondozás egyik hát vezető embere Magyarországon, és hát akkor el kellett mondjuk, hogy a rend 61 néhány hadisírt, emlékhelyet, kopjafát, emléktáblát tartott rendben csak a közeli időkben. Önállóan. Ezen kívül, hogyha a határon túli, tehát erdélyi felvidéki társszervezetekkel összedolgoztunk, akkor több mint 100 ilyen emlékhelyet tudtunk felsorolni. Tehát arra akarok kilukadni, amit Jenő bácsi is mondott, hogy nem csak a magánszemélyek, hanem a szervezetek, a különböző szervezetek, hogyha jól vannak összefogva és koordinálják a munkát, akkor nagyon szép eredményeket tudnak elérni. Két apró egyéni dolgot emelnék ki. Például egy ülői rendtársunk a közelmúltban hozott nekem egy fotót egy ottani hadisírról, egy 45-ös hadisírról. 5 vagy 6 elesett honvédnak a sírjáról van szó. Teljesen eltűnt már az ő sírjuknak a helye is, viszont van egy emléktábla, felsorolva nevük, és alávésve kusza betűkkel állította a sírásó. Tehát ennél meghatóbbat nem lehet kitalálni, és hát ezt az emlékhelyet mi ott föl fogjuk tulajdonképpen tárni, rendbe tesszük. Vagy egy másik, nem kell túl messzire menni, Szada-Gödöllő határán van egy pici temető, amit már most az enyészet fenyeget. Azt hiszem, hogy részben zsidó temető volt, és exhumált sírok vannak már ott, de a közepén ott áll egy első világháború sír, az mindig lóval járok arra, és mindig megállok főhajtással, és föl van írva, hogy itt nyugszik Bese János, a család egyetlen fiúgyermeke, 18 évesen életét adta hazáért. Ugye, megpróbáltuk ezt aztán ledöntötték az obeliszkét, azt visszaállítottuk, és hát utána a Trianon egyik évfordulóján szerettük volna ezt megkoszorúzni, ezt az emlékhelyet. Hát azt már nem bírta ki az idő, ugye barnabőrű barátaink a sírnak a gyönyörű kovácsoltvas kerítését kifűrészelték. Tehát, de ezzel együtt megvan. Na most még valamit szeretnék elmondani, amit itt többen talán nem tudnak, és nem is az én feladatom, és nagyon örültem volna, hogyha a Dankó Pista barátom itt van, ő ugye a Református Líceumnak a karnagyja és tanára, és az első világháború elhivatott szerelmese, aki a diákjaival az olaszországi hadszínterekre jár, azt kell mondjam, és ezekkel a gyerekeket gyakorlatilag beszervezte a magyarországi hadisír kutatásba, hadisír gondozásba, és a hadisír kutatóknál ezek a gyerekek, ezek a licisták, ugye viszik be az adatokat a gépbe, és a Pistának egy olyan, hogy mondjam, nem eléggé dicsérhető munkája ez, aminek idén nyáron lesz egy következő felvonása, ahol nem csak a gyerekeket viszi, hanem visz minket is az olaszországi hadszíntérre, ugye a rendet és a KDNP-t közösen egy közös szervezésbe, egy busszal megyünk, és összejárjuk ott az összes lehető területeket, azzal a céllal, hogy kiválasztunk egy olyan elhanyagolt magyar temetőt, ahol majd, ha ott a helyi lehetőségek majd megengedik, akkor a sírokat felújítjuk. Tehát ezt próbáljuk tenni. És hát abban reménykedem, hogy az ilyen előadások biztos, hogy sokunknak erőt fognak adni ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Nem vagyok jogász, de nem tartom lehetetlennek Európai Unióban védetté nyilvánítani minden sírt. Nemzetközi jogász szempontból ebből nem kéne lemondani. A másik az egy kicsit érdekes. Hány 10, 100 vagy 1000 évig menjünk vissza a sírgondozásba? Ezt azért kérdezem, mert ahol dolgozok, onnan megy egy küldöttség Jekatyerinburgba. Mint megtudtam, az Uralnál van, megnézem ott a Magna Hungária, hát most küldtem a küldöttségnek, hogy legalább egy előadási dián mutassák be, hogy szóval menjünk, ez 3000 év, ha igaz, a történet is, meg a hely is, szóval meddig lehetne a sírgondozást a időben visszamenőleg felvállalni. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy én azokról a sírokról beszéltem, és azokra a sírokra gondolok, amelyek léteznek. Amelyek nem léteznek, az emlékünkben és magunkban bennünk megfogalmazódhat.
nem hiszem, hogy az Európai Unióban, de legyen önnek igaza vagy a javaslatának, hogy létre lehet azt hozni, hogy azon országok, amelyek a második világháború vesztesek voltak, és területeket veszítettek el, azoknak jogában legyen a győztesek vagy a máshova került területeken bizonyos dolgokról úgy, hogy mondjam, jogszabályokat hozni és olyan döntéseket hozni, miszerint az erdélyi Házsongárdi temető X és Y sírját nem lehet felszámolni, mert mi a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság azt a Magyar Nemzeti Sírkert részének nyilvánítottunk. Ez nem fog menni, de ne legyen így. Ez nem azt jelenti, hogy föltett kézzel állnak vagy várnak, és azok a kollégák érteznek, próbálkoznak, de nagyon nehéz. A hadisírokat hál' Istennek kölcsönösségi alapon lehet, tehát ezért kell tudomásul vennünk és elfogadnunk. Ha az orosz katonának Balatonföldváron a település központjából átvitték a temetőbe, a II. Világháború is balatonföldváriak ott vannak, mellette az oroszok, ugyanaz a szöveg került rá, amit az oroszok 45 után, nem tudom ott mikor készült, 40 vagy 40 tették, hogy a hős felszabadítóknak örök dicsőség nekik, és így tovább. De ez azt jelenti egyúttal, hogy eljutottunk oda, hogy a 90-es évektől a magyar halottaknak is lehetnek sírhelye és magyar temető lehet a volt Szovjetunió területén. Tehát ha ők úgy látják, én nem úgy látom, hogy bennünket felszabadítottak, nekik ezt mondták, ők meg így látják. Az a különbség, hogy én minek tekintem őket, de ezért nem fogok elmenni és átfesteni a síremléküket, nem fogom ledönteni, és így tovább, mert én is örülnék, ha a családból ott onnan maradt két emberről tudnánk többet, és talán valahol az ő földi maradványait is tisztességben megőriznék. Én azt gondolom, hogy ez lehet. A másik pedig nyilván nem lehet azt mondani, hogy az őskortól napjainkig meg lehet, bocsánat, az őskorért a sírokat menteni, de ameddig vissza tudunk tekinteni a múltba, és léteznek még ezek a sírok, az 1700-as, 1800-as évekből, akkor őrizzük meg őket, és legyen ott. És ha már Kassán van Rákóczinak a domba, mindaz, ami megmaradt belőle, úgymond, hogy a földi maradványai, akkor próbáljunk úgy lépni, hogy azok ott is maradhassanak, és megmaradjanak, és ezt talán még a szlovákok sem tudják, vagy akarják adott esetben kidobni. Tehát példaértékűen kellene nekünk, a meglátásom szerint először a saját területünkön ezt lépni, és ez talán példát mutathatna adott esetben másoknak is. Mi tekinthető hadisírnak ez fogalmazódott meg bennem, mert ez úgy tűnik, hogy más kategória, mint az egyéb sírok, és például a 48-49-es szabadságharcban elesetteknek a sírja, az hadisírnak tekinthető-e? Mindazok hadisírnak számítanak, azon sírok, amelyekben háború következtében, harcok során elhunytak földi maradványai találhatók. Köszönöm, ez számomra érdekes. De ha megnézi a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság honlapját, vagy a Nemzeti Örökség Intézetét, ott pontosan megvannak a kategóriák, hősi temető, hősi sír, és így tovább. És mondom, a Honvédelmi Minisztériummal sikerült arra megállapodásra jutni, hogy a hősi halottak sírjai nem számolhatók fel. Ez nem jelenti automatikusan a Nemzeti Sírkert része, mert az egy másik kategória, de hogy ne lehessen felszámolni, mint ahogy megtették nagyon sokszor különböző építés és egyéb okok miatt különböző településeken, hogy egyszerűen megszüntették a sírokat. De ott a pontos definíciók ott. Ez nagyon pozitív számomra, mert az egyik felmenőm az 1848-49-es szabadságharcban esett el, augusztus 6-án a Nagycsűri csatában, és a Házsongárdi temetőben van a sírja. Hát nézze, oda nekünk joghatóságunk és egyéb nincs. Tehát Házsongárdra. Ott nem tudunk mit tenni. Ilyen helyeket csak úgymond ajánlhatunk, de nem biztos, hogy a mi ajánlásunk a legszimpatikusabb mondjuk Ukrajnában, vagy Délvidéken, vagy Romániában.